Érzelmi bántalmazással vádolják Alain Delon háziápolóját a színész gyermekei. Anuska, Alain Fabien és Anthony Delon szerint a 60 éves nő kihasználja nagybeteg apjuk cselekvőképtelenségét. Hiromi Rolin 2019-ben költözött be Delon otthonába, miután a férfi agyvérzésen esett át. A filmsztár három gyermeke szerint a nő egyre agresszívebben és támadóbban lép fel, mind apjuk, mind ellenük. Manipulálja a színészt és megpróbálja elszigetelni családjától és barátaitól. A most beadott keresethez az ügyvéd állítása szerint írásban maga Alain Delon is csatlakozott.